Üdvözlök mindenkit, tisztelt hölgyeim és uraim! Hát eljött a nagy nap, eljön a nagy nap, a szombat, amit már én is nagyon várok, és azt hiszem, hogy sok itteni lakos is várja ezt az eseményt. Én azért nagyon várom, mert nekem például az egyik álmom teljesül ezzel, mert én már régóta szeretem volna itt Szabadkán egy versenyt rendezni, főleg fő aktív koromban. Most van egy dám még az hodó, pozdravljam sve prisutne, izuzetno mi je drago što sam tu i eto drago mi je što je konačno došla prilika održavanja ovog takmičenja, ja sam već odugo i priželjkivao ovaj moment, još od mladih dana. A büszkeségem például, amit a alpolgármester említett, az, hogy én világéletemben harcoltam a teljesítménynövelő fokozó szerszedő emberek ellen. Ezért igyekszem magam kéré gyűjteni a világba szó szerint ezeket az embereket a szövetség égisze alá, a BNSF, a World Natural Strongest Federation szövetség égisze alá. Zato se i trudim da uradim konkretno nešto protiv toga i za promociju upravo tih sportista koji se koriste prirodnom snagom bez pomoćnih sredstava. Te sam se uvek i trudio i da danas trudim da okupim sportiste ljude oko sebe i zato je osnovan savez takozvani INSF na engleskom jeziku skraćenica koja upravo okuplja takve sportiste. Jedan pilonakvan 52 orsak o sebečeg tadja és több mint 20.000 regisztrált versenyző van. Igaz, ezek különböző szintű versenyzők, hát majd ők majd ugye fejlődnek majd a profi szintre. Trenutno u ovom savezu imamo 52 države sa više od 20.000 takmičara, doduše različitih takmičarskih nivoa. Ezt csak azért mondtam el, hogy önök is tisztában legyenek, vagy rálátásuk legyen arra, hogy itt a szabadkai versenyen olyan emberek állnak rajthoz, és mutatják meg fizikális erejüket, akik nem szednek dopingot és teljesítménynövelő szereket. To sam samo naglasio jer sam smatrao za važnim da steknete uvid i pravu informaciju o tome da će u Subotici na ovom međunarodnom takmičenju upravo biti ljudi, takmičari koji se ne koriste tim sredstvima, takozvanim dopinzima. A furcio važnije i meglepo, ebben majd szombaton meg fogják látni, hogy ezeknek az embereknek, zömének nagyobb teljesítménye van, mint azoknak az embereknek, akik szedik a teljesítmény fokozó szereket, és 60-70-es centi átmérőjű kezük van, és én mindig azt kérdeztem magamtól, hogy minek akkor az, minek felesleges. Itt olyan emberek lesznek, akik tiszták és őrületes teljesítményük van. Ovde će biti znači ljudi koji se koriste svojom prirodnom snagom postignutom vežbanjem i treninzima
koji su izuzetno uspešni. Na taj način čak treba da se naglasi da su, da oni postižu veće i bolje uspehe nego oni koji se koriste raznim već ranije pomenutim sredstvima, koji imaju jake i široke ruke, dlanove i koji mogu da postignu s tom svojom silom i jačinom dobre uspehe, čak izuzetno. Ezért úgy érzem, hogy az ide kilátogató nézők olyan élményben lesz részük, és úgy távoznak el a kis stadionból, hogy egy maradandó élmény és elgondolkodtatás lesz, hogy rájönnek, hogy valóban mi az emberi erő. A született emberi erő, nem a mesterséges egyértelmű. Upravo zato i mislim da svi oni koji budu došli u stadion malih sportova u subotu i budu prisutni na ovom takmičenju, zaista će imati prilike da se uvere u to šta znači ljudska snaga, šta znači priroda ljudska snaga i šta se sve time postiže. Inge Magyarországon ezért ezméletlen nő tisztelnek az emberek zöme, amit elértem és ahogyan elértem. Mene u mojoj državi u Mađarskoj upravo zbog toga i poštuju ljudi, imam izuzetno poštovanje upravo sa ovog aspekta jer sam postigao ono što sam postigao bez pomoći sredstava. Sok szeretetet kapok az országban az emberektől, de úgy érzem, hogy még többet a határon kívüli magyaroktól, legyen az Felvidék, Vajdaság, román terület, vagy Erdély, teljesen mindegy, mint mondok, ahogy átlépem a határt, úgy a külföldiek, úgy a magyarok nagyon tisztelnek, és azt hiszem, hogy elmondhatom azt, hogy megérte 34 éven keresztül dolgoznom ezért a dologért. Dobijam puno ljubavi, pažnje i poštovanja u Mađarskoj, a ako mogu to da kažem, čak i više van granice Mađarske u susednim državama, da li je to reč o Vojvodini ili u Slovačkoj, Rumuniji, pa zbog toga zaista mogu da kažem da sam veoma zadovoljan i da je zaista vredelo toliko raditi teško i savesno ove 34 godine, zaista je bilo vredno toga. I seletem o határon kívüli magyarokat, nagyon seletem, mert én magamhoz hasonlítom őket, a kitartásuk, a szívóságuk és a becsületük révén, mert ugye külföldön, idegenföldön nehezebb magyarnak lenni, mint otthon. És ezt én nagyon szeretem bennük, és ha lehetne átadni nekik egy első helyet, én megtenném. Veoma cenim i poštujem Mađare van granica matične države. Smatram da je biti Mađar van granica matične države jeste mnogo teže. Cenim ih zbog poštenosti, zbog nastojanja, zbog savjesnosti. Stoga kad bih mogao, ja bih svakako uručio prvu nagradu. Én ezzel a mentalitással értem el 9 világbajnoki címet, és 16 éve nem tudják megdönteni a golyemelésem világrekordját, mert ugye a világrekordot csak azonos körülmények között lehet megdönteni. Ja sam, znači, sve postigao ovim svojim stavovima. 16 godina nije niko uspeo da obori moj rekord u dizanju kugli. Naime, da bi se to prvo mesto, taj rekord oborio, treba da postoje potpuno identični uslovi. To je znači svetski rekord koji nije oboren 16 godina. A világon egyedüli ként egy 1 méter 30 centi magas állványra tettem fel egy 232,5 kilós golyót.
Prvi u svetu sam postavio na stalak od 1,30 metara kamenu betonsku kuglu od 232,7 kg. Azért jelentem ki sok helyen és bátran, hogy az én világrekordomat nagyon nehéz lesz megdönteni, mert ugye világrekordot csak azonos körülmények között lehet megdönteni. Zato sam hrabar da izjavim da će ovaj moj postavljeni svjetski rekord zaista biti teško oboriti, jer kako sam malo pre i naveo, to se može postići samo pod potpuno identičnim uslovima. I mivel sajnalom, aki meg akarja ezt dönteni, már csak azért is, mert ugye azért említettem, hogy azonos körülmények között, mert én a gyakorlat után három orvossal karöltve mentem doping tesztre, ami kiment Bécsbe a hadához, és onnan két év múlva visszajött az eredmény, hogy negatív. Zaista mi je žao onih sportista koji će pokušati da obore ovaj moj svjetski rekord, jer kako sam već rekao, treba da budu pod istim okolnostima, što znači da sam ja nakon ovog rekorda, ovog uspeha, sa tri lekara trebao ići na doping test, koji rezultati su slati i u Beč na analizu, odakle će stići, naravno, rezultat da je test negativan. Köszönöm a alpolgármester úr dicsérő, elismerő szavait, nagyon lesznek, nem akarom őt elkeseríteni, én még nem vonultam vissza, sőt annyira nem, hogy jövőre 2023-ban utoljára indulok egy világbajnokságon, ahol a Miklós fiammal, aki itt jelen pillanatban itt lesz a versenyen. Zahvaljujem gospodinu zamjeniku gradonačelnika na lijepim rečima. Ne želim baš da ga negiram, ali ipak moram da kažem da se ja još nisam povukao. Upravo sljedeće godine, 2023. ću se posljednji put pojaviti na svjetskom prvenstvu sa mojim sinom Miklošem. Jövőre csapat világbajnokság lesz, ugye két fős, és a jelenlegi aktuális világbajnok a fiam, a Miklóssal leszek. Čopadba. To će biti timsko takmičenje od po dva članova. Ja ću biti u timu sa svojim sinom, koji je također svjetski prvak. Itt már azt hiszem, hogy én részemről teljesen mindegy, hogy mit érek el, azt nem, hogy mit nyújtok, de hogy mit érek el, mert azt hiszem, hogy büszkén felemelhetem a kalapomat utána, és azt mondhatom, hogy igen. Što se mene tiče u vezi sa ovim svjetskim prvenstvom koje će se održati naredne godine, znači mogu da kažem da je meni već maltene sve jedno šta ću postići, naravno ne šta ću da pružim, ali moj uspeh više neće toliko biti važan. Ennyi szerettem volna mondani, alpolgármester úr elmondta a történések folyamatát, versenyszámokat, kerékeket, mindenről beszélt. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, innentől kezdve nagyon szívesen válaszolunk a kérdéseikre. Köszönöm, hogy meghallgattak és itt lehettem. Ja zahvaljujem na vašoj pažnji, gospodin zamjenik gradonačelnika je o svemu već informisao, znači i o vremenu i o mjestu održavanja takmičenja i o učesnicima kao i o disciplinama, stoga mislim da je sve rečeno i sada vam stojimo na raspolaganju za vaše pitanje. Intervenju se radi mondani, ez is mutatja, mi možete fekete mondat, hogy mi jövőre is egyszer. Jövőre is kiáll egy versenyen, hogy az internet nem mindig pontos információt ad, tehát mit csináljuk, én az interneten láttam ezt az adatot, hogy 2020-ban... Semmi probléma nincs. Jó, tehát nem beszéltük meg ezt a dolgot. Szabadna kérdőm, hogy jászom na internetu videó, de od 2020. godine završen takmičenje, meni je izuzetno drago da je ovim godinama još uvek aktivan i
u ovim godinama ima toliko je to elana da ovaj može da se može da se takmiči sa mnogo mlađim ljudima. Konkurencija mnogo mlađih ljudi. Nek će otvoriti se na tih modeli internetu, da smo otvorili čakle. O internetu samo još nešto da kažem. Hogy három hetel megy az interneten, hogy Fekete László 65 éves korában meghalt. Három hetel megy az interneten, le vagyok fényképezve ezzel a fotóval, ami a plakáton van, és mellettem egy gyertya, hogy 65 évesen elhunyt Fekete László. Hát ahhoz képest nagyon jó tartom magam. Samo mali dodatak o vestima koje se postavljaju na internetu informacijama. Tri nedelje kruži vest na internetu da je Laszlo Fekete preminuo u 65. godini i uz ovaj tekst je postavljena upravo fotografija koja se nalazi na plakati uz jednu sveću i uz ovu vest da sam preminuo pre tri nedelje u 65. godini.